Szeretettel köszöntöm Önöket, ismét fehérvári beszélgetések. A mai műsorban egy nagyon kedves, ismerős párt hívtam meg, akikkel körülbelül egy éve ismerkedtem össze egy rendezvényen, és hát szeretném Önöknek bemutatni őket, hiszen nagyon szép és nagyon komoly dolgokról is fogunk velük beszélgetni. A stúdióban köszöntöm Hegedűs Szilviát és Tukács Józsefet. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Köszönjük. Hát arról beszéltem itt most az elején, hogy nagyon szép dolgokról és komoly dolgokról fogunk beszélgetni. A komolyat most egy picit még eltesszük félre, és egy picit beszéljünk a szépről. Azért hívtalak el titeket egyrészt, mert egy nagyon szép szerelmi történetetek van, amit én szeretnék a nézőkkel megosztani, hogy tényleg van arra példa, hogy valakik nagyon hosszú idő után hogyan találnak egymásra. Ezt elmesélitek nekünk itt a műsor elején? Igen. Ha jól tudom, akkor egy iskolába jártatok, Salgótarjánban, igaz? Így van. A Mátrában jártunk egy iskolába, általános iskola felső tagozatában, matematika tagozaton, és diákszerelem. És a diákszerelem ez folytatódott, és a középiskola is ugyanaz lett, tehát ugyanaz a középiskolát választottuk. Tehát általános iskolát is, és középiskolában is egy párt alkottatok. Így van. Uh-huh. Igen. Így van. És akkor én jártam az ő atlétika versenyeire, ő pedig hűségesen hozta, vitte az én hegedűmet a koncertekre. És hát abban az időben, amikor az ember 12 éves, 16-17 éves koráig diákszerelmes, akkor eljut a készfogásig. És hát ez egy nagyon szép, tiszta, gyönyörű, ártatlan diákszerelem volt. Majd folytasd. Szétváltak az útjaink. Miért? Vajon kifújt ez akkor így, vagy másfele sodort titeket az élet? Másfele sodort bennünket az élet, igen. A kedves feleségem pedagógiai pályára ment, én maradtam az építészetnél, ugyanis építőipari szakközépiskolába jártunk, én maradtam az építészetnél, és hát mindenki járta a saját életét. És amikor 4 évvel ezelőtt az általános iskola, amelyik ünnepelte a fönnállásának 60. évfordulóját, a közösségi hálón ugye felrakták a meghívót, hogy jelentkezzenek azok a diákok, öreg diákok, akik oda jártak, ha szívesen találkoznának egymással, akkor jöjjenek el oda, erre az adott időpontra. Most álljunk meg egy pillanatra, igen. Bocsánat, hogy közbeszólok. Uh-huh. Na de itt most már arról van szó, hogy ti visszatértetek oda, jó pár évvel később. Na, de mi történt közben? Hát mindegyőtöknek külön élete volt. Így van. Az ember tanul, tehát én gyakorlatilag magyar történelem népművelés szakon végeztem Egerben, aztán mediációt végeztem, és a hivatásom a pedagógusság, bár voltam népművelőként itt a közeli nagy művelődési házban igazgató helyettes, közművelődési csoportvezető, de a szívem az igazániból a hivatásom az a pedagógusi. És a Mátrából Fehérvárra költöztem 25 éve gyermekeimmel. És tehát akkor férjhez mentél, családot alapítottál? Így van, született 2 gyönyörű gyermekem, felneveltük őket, majd egyedül maradtam, és én 12 éve egyedül éltem, amikor a párommal szerelem újralátásra volt, ugyanis mire jó a Facebook oldal, arra, hogy keressük iskolatársainkat, és így leltünk egymásra valójában, de 40 évig nem tudtunk egymásról semmit sem. Mert hogy én, ugye az élet engem vitt tovább az építőipar területén, technikus lettem, építőipari technikus lettem, és én elkezdtem dolgozni az építőiparban, majd az élet úgy hozta, hogy a kismátrai városkából, nagyobb városból, Salgótarjánból elköltöztem Tatabányára. Hát az élet úgy hozta, az első házasság úgy hozta, hogy elköltöztem Tatabányára, ott is másfél évet dolgoztam az építőiparban, és akkor jött a fordulat, mert hogy az építőipari résznek egy egész picike kis ágával ismerkedtem meg, hogy hogyan kell az építkezéshez pénzt szerezni, és ha már a pénz megvan, azt hogyan kell finanszírozni. Magyarul én belőlem az építész, kivitelező építészből finanszírozói építész lett,
és egy pénzintézetnél dolgoztam, ahol rengeteg társasházi lakást építettünk, és ott azt a finanszírozási vonalat vittem, tehát bankár lettem, és a mai napig is bankár vagyok. És így telt az idő, családot alapítottam, egy nagyfiam született, illetve aki most már nagyfiú, és hát én is egyedül maradtam, és hát jött ez a bizonyos 60 éves évforduló, amikor is. Na és akkor tényleg. Az iskoláink, nem a miénk, bár a párom két hét múlva lesz 60 éves, tehát nem titok. És jött az iskolai rendezvény, és én ott gyakorlót tanítottam, tehát több szálon kötődöm én a Mátrához, és a párom is, és itt előtte találkoztunk Fehérváron, és a beszélgetésünk, amit egy órányi terveztünk, hát abból 10 órától este fél hétig, amikor estig tartó élmény beszámoló lett, és akkor megláttam a gyönyörű ezüstös göndör tincseit, akkor szerelem újralátásra. És gondolom fordítva is. És ez négy éve történt, és tegnap előtt volt 4 éve, hogy össze is költöztünk. Egy hét múlva már nem is gondolkodtunk ezen, hogy mi együtt folytatjuk, és látjuk egymásban azt a fiatal, én látom benne azt a fiatal fiút, akiben annyira szerelmes voltam, és úgy neveltem a gyermekeimet, hogy ismerték az ő nevét, és mindig mondtam, hogy nem szabad kihagynotok a diák szerelmet, mert az gyönyörű és csodálatos, és ez volt a példa. És a fene se gondolta volna, hogy újra nem, és nem gondoltuk egymás volna, mellett, így és van, így és ez így megtörtént, és 2 éve pedig megkérte a kezemet. És jól tudom, a születésnapodon volt pont az esküvő? Ez így van. Így van. Úgyhogy 55 éves és 50, 55 éves és 56 évesen, ugye ő késett 3 hónapnyival az iskolából, akkor volt a házasságkötésünk itt a Himmer házban, szűk családi körben és nagy boldogságban, és ott hangosan fogadalmat tettünk. Hát nem nagyon jutott szóhoz a házasságkötő. És végig sírt, úgyhogy mi vigasztaltuk utána, hogy ilyen számára még nem volt. De ezzel vigasztaljuk mindazokat, akik 50 fölött esetleg reményvesztetten egyedül maradtak bármely módon, hogy sosincs késő. És bízni kell. És a szerelem és azóta is tart. Így van. És akkor itt éltek Fehérváron. Te már korábban is Fehérváron hozzám voltál, és akkor költözött József. Igen. Aha, 4 éve költözött hozzám, és én 25 éve vagyok Fehérváron, és ő pillanatok alatt fehérvárivá vált, de ő feljár Budapestre minden nap dolgozni, és ezt az áldozatot meghozza, mert nagyon sokan járnak Fehérváról dolgozni. Igen. Hát, akkor ezek szerint megéri. Így van. Igen. A kapcsolatunk nagyon erős és töretlen. És az, ami érdekessége talán még, ahogyan bemutattuk a gyermekeinket egymásnak, nem titok, hogy ma 36 éves a nagylányom közgazdász, 31 éves a nagyfiam közgazdász. És 26 éves a nagyfiam, aki közgazdász. És mint a édes testvérek lennének mind és a hárman, és egymásra. A párjaik szintén. Úgyhogy én hétvégenként 26 literes dzsambóban főzöm a húslevet. És közben egy unokával is gyarapodtatok. Így van, és mivel a Patchwork család révén 4 nagyszülő és 3, tehát 4 nagymama és 3 nagypapa adódott, a párom lett Bajszi papa, a lányomnak született kisbabája, Márton, aki egészséges és gyönyörűen fejlődik. Az édesanyjának még gyógyulni kell. Na most akkor egy picit álljunk meg, és beszélgessünk, mert ugye az a bajom most ezzel a találkozásunkkal, hogy a 25 perces műsoridőt valahogy be kellene tartanunk, ami nem biztos, hogy a mai napon sikerülni fog, mert hogy mind a kettőtöknek olyan érdekes személyisége van, hogy egy külön-külön portré műsort megérne, úgyhogy egy picit megpróbáljuk belezsúfolni mindent, amit szeretnénk, és azért szeretném egy picit hallani a ti szakmátokkal kapcsolatos tudnivalókat. Például, hogy ugye te sokáig a Vörösmarty iskolában voltál tanár, és ugye onnan mész, vagy hát mentél el most nem régiben. Milyenek voltak ott az eltöltött évek? Az ottani évek küzdelmesek. Azt kell, hogy mondjam, előtt én a Vasvári Általános Iskolában tanítottam, tehát úgy jöttem ide, hogy tudtam, hogy a Vasvári Általános Iskolában fog tanítani, hiszen ide pályáztam, és a sok-sok pályázó közül
szerencsés voltam. Nagyon szerettem, és az a magánéleti változás miatt egy év a Kodály iskolában, és utána jött az, hogy dönteni kellett, hogy itt maradok, vagy pedig megyek az akkori párom után, férjem után, az előző párom után, külföldre, aki a Honvédelmi Minisztériumnak delegáltja volt, egy hatalmas amerikai támaszponton tanult a légtérmenedzselés felsőfokát, és mentem a párom után a két gyerekemmel, az ő nevelt gyermekeivel, és egy évet ott töltöttünk én, és amikor visszajöttünk, akkor én újra a hivatásom irányába, a pedagógus hivatás irányába mozdultam, de akkor éppen nem volt lehetőség, és így népművelőként. Azt is nagyon szerettem, de akkor örültem, ha óraadóként mehettem, és azt tehettem, amit nagyon szeretek, a magyar és történelmet tanítani. Nos, a Vörösmarty iskolában nagyon nehéz sorsú fiúk járnak elsősorban, bár van most már néhány lány is, és ez nekem egy ilyen kihívás volt. A gyermekeim azt mondták, hogy jó, anya, nehogy, hiszen az nagyon nehéz, ott nagyon nehéz tanítani. Az valójában szakmunkásokat képző iskola, szakképző iskola. És bár a nevük megváltozott, de az eredeti képzési rendszer, mint olyan, az megmaradt, tehát az építőipar számára képeznek nagyszerű szakmákat. A legjobb tanítványaim közé sorolom azokat, akikre most nagyon büszke vagyok, Stadler Bence és Liszi Roland, akik, ne haragudjanak meg mások, hogy őket nem emelem ki, mert mindenki kedves valahol a szívemben, azok, akiknek az egyesek kellett megküzdeni a kesztesért, és azok is, akik ott a jobb régiókban végeztek. Ők a Euroskills-en csodálatos eredményt érdekel, mert ötödik lett az egyik, és a harmadik és ötödik helyezést, és utána Dubajban a világversenyen nagy szurkolás, mert hogy folytatták, és kiválósági érdeméremmel jöttek haza, illetve egy újabb dobogós helyjel. És hát most pedig diákunk a Euroskills-en szintén csodálatos eredményt ért el. Tehát meg lehet találni azon diákok között is azokat, akik a szakma magasságait képviselik, és azokat is, akik küzdködnek. És ott ragadtam, ott marasztalt a szívem, és mindig az osztályom. Három hívásom volt egyébként, hogy más iskola, és mindig úgy éreztem, hogy nem hagyhatom őket ott. Sokat segített az, hogy pszichopedagógiát is tanultam, és egy kicsit az anyjuk lehettem. Akkor te voltál kis tyúkanyó. Igen, már. Valójában tyúkanyós osztályfőnök voltam végig. Gondoltam. 17 évig, igen. Akkor ezek szerint, de most az, hogy az előbb az egyeseket említetted, azt mondjuk nem néztem volna ki belőle, hogy olyan gyakran egyest osztogás. Vagy azért szigorú voltál? Volt benned szigor is? Hát ezt talán tőlük, tudod, ez a válaszot tőlük kellene megkérdezni, de miután nagyon sokan megkeresnek a Facebookon, talán, és azok is, akik népfúját csordogáltak, úgy gondolom, hogy nem voltam annyira szűrös szívű. Mivel építőipari szakközépiskolába jártam, noha három erre felvettek Hegedűből konzervatóriumba, de hát nem akartam egykeként a szüleimet otthagyni, meg hát ott volt a diákszerelem, és ő belőle lett az, aki folytatta a szakmát, én már ott az építészettörténet, művészettörténet és a humán irány érdekelt ott abban a szakközépiskolában, de itt azért is szerettem tanítani, egyrészt remek mesteremberek vannak az iskolában, nagyszerű kollégák, sajnos sokan elmentek az iskolából, de hát a fluktuáció itt is érvényesül, és én imádtam, például mindig bútorasztalos osztályom volt egy kivétele, és amikor mentem az asztalos műhely felé, és éreztem az illatát már a fának, hát akkor boldogság töltött el, és amilyen csodálatos munkákat tudtak készíteni, a kis ügyetlenkedőkből remek mesterek lettek, és annyira szeretném, ha minél többen itt maradnának, és itt tudnának gyönyörű munkákat csinálni, mert nagyon sok diákom sajnos már külföldön van. És nem szeretném ebbe belevinni más irányt, de büszkés vagyok rájuk, és fel is értük a szívem, hogy a családjukkal távol kell dolgozniuk.
Na, egy picit beszéljünk még akkor a bankár szakmáról, hogy igen, azt ugye egy jó kis pályamódosítás megelőzte, de hát ugye azért valamennyire összefonódik. Így van. Annál is inkább, mert ebben a, ezen a területen, ahol én most dolgozom, azt lehet megtanulni, illetve lehet ötvözni, hogy a pénz hogyan kapcsolódik a lakásépítéshez, lakásfelújításhoz, és ennek milyen banki kapcsolata van. Én azért dolgozom egyébként Budapesten, mert hogy a banki területen a szervezet regionálisan van felosztva az országba, és amikor én oda kerültem, 2001 óta járok egyébként Budapestre, és a bankszakmában pedig, hát már ki sem merem mondani, több mint 30 éve az építés szakma után. Mikor 2001-ben Budapestre kerültem, akkor az a bizonyos speciális pénzügyi forma, ami egy előtakarékossági forma, és azt a bank bevezette, akkor ennek a budapesti területét kellett vezetnem, az értékesítést vezetnem, a banki fiúk hálózatot kellett felügyelnem a területen, és aztán jött a bankon belül is egy ilyen létszám optimalizálásnak mondják ezt szaknyelven, leegyszerűsítésképpen, hogy bizonyos embereket elküldenek, amiatt, hogy megfelelően működjön a pénzintézet, majd ezt követően egy picike kis kitérő, egy két-két és fél éves kitérő után az a pénzintézetnek az a előtakarékossági dolgaival foglalkozó szervezete kért meg engem, miután a korábbi tevékenységemet azért ismerték, hogy jöjjek Budapestre és dolgozzam nekik Budapesten. Úgyhogy ezt egyrészt meglepetésként ért, de nagyon szívesen és hálásan fogadtam, hogy a korábbi szakmai múltamat azt mégis így elismerték, és hívtak Budapestre, hogy dolgozzam. És aztán, amikor ott is pici szervezeti módosítás, átalakítás volt, akkor pedig a nagy anyabank budapesti vezetése kért meg, hogy banki oldalról, most már banki oldalról irányítsam ezt a bizonyos tevékenységet. Úgyhogy most a pult egyik oldalra, szokták mondani, hogy a pult egyik oldaláról átkerültem arra az oldalra, ahol szakmailag én felügyelem, én irányítom azt a fajta tevékenységet, ami egy speciális, hát nem speciális, egy olyan ügyfélkörhöz tartozik, amely nem annyira ismert. Egy bankon belül kétféle ügyfélkör létezik, vannak a magánszemélyek, mint mi, és vannak a vállalkozások. És a vállalkozási területnek van olyan része, amelyet úgy hívnak, hogy társasházak. Hát Fehérváron is van jó néhány társasház, lakásszövetkezet. Most az én területem az kifejezetten a társasházakra és a lakásszövetkezetekre korlátozódik a bankon belül. Szerencsére nagy ügyfélkör, szerencsére sokat kell velük foglalkozni, és ezen belül pedig úgy kapcsolódik, hogy ezt a bizonyos előtakarékossági formát hogyan lehet összekapcsolni a bank finanszírozásával, mi kell ahhoz, hogy lehessen finanszírozni őket, számlaoldal, betéti oldal, megtakarítási oldal, és egy jelentős része ugye a társasházak megújulásának a finanszírozása. Amiben támogatom a bankfiúk hálózatot, és ez nem titok, hogy minden pénzintézet alkalmaz értékesítési csapatot, tehát az értékesítési résznek, a külsős értékesítési résznek a támogatása. Nagyjából ebből áll az én munkám. Magyarul minden, ami társasház, banki oldalon, az kollégámmal ketten vezetjük ezt a budapesti régiót, ami egyébként Budapestből és Pest megyéből áll. Tehát jó sok bankfiók, jó sok számos kollega, és hát sok ember. Tehát nagyon sok emberrel ismerkedem nap, mint nap. De az látszik, hogy élvezed egyébként. Igen. Viszont egy nagyon komoly munkának tűnik egyébként. Igen, felelősségtől. Most egy picit beszéljünk a munka mellett egy másik komoly dologról, amiért szintén elhívtalak titeket ebben a mai műsorban. Ugye van rajtatok egy rózsaszín és egy fehér szalag.
Ez mondjuk egy kis magyarázatra szorul. Ugye a fehér, illetve a rózsaszínnel kezdjük, a rózsaszín szalagot azért most már ugye köztudatban eléggé ismerik, ugye Fehérváron is mindig a, most van ugye Merák hónapja, Merák elleni küzdelem hónapja, ugye sokan ismerik, és részt szoktak venni a rózsaszín lufis sétán október 1-e környékén, és hát ugye van egy másik szalag, a fehér, az pedig ugye a prosztatarákra hívja fel a figyelmet. Ugye a ti szerelmeteket, illetve a ti boldog életeteket azért egy picike kis árnyék azért beárnyékolta, ugye, hogy megjelent egy betegség. Meséljetek erről. Akkor én. Jó, mert te vagy az érintett. Igen, az érintett. Ugye úgy adódott a dolog, mint szerintem minden munkahelyen, hogy éves kötelező orvosi vizsgálatra, szűrésre kértek meg, hogy menjünk. A kötelezőket ugye elvégezték, ami között volt egy teljes vérkép vizsgálat, laboratóriumi vizsgálat és ügyvizelet vizsgálat. És azon túlmenően, hogy elkészült a, levették a vérmintát, pár nap, két-három nap múlva megkaptam az eredményeket, de ezen kívül gyakorlatilag egy szót nem mondtak, hogy mi ezzel a teendő, van-e valami probléma, aki már járt, akinek már volt ilyen labor eredménye, az ugye tudja, hogy hogyan néz ki egy ilyen lap, meg vannak a normál adatok, mellette ugye vagy a pozitív, vagy a negatív eltérés. És ezen nem volt semmi feltüntetve? Volt feltüntetve, csak azok az orvosok, akik ezt az eredményt létrehozták, illetve megállapították, ők nem közöltek velem semmit, hogy ott bármi probléma is adódna, egyszerűen a kezembe adták a papírt, és ez részükről, csúnya szóval így el volt részükről intézve minden. És akkor hazavittem a papírt, megmutattam a páromnak, a labor eredményt, megmutattam a páromnak, és hát az ő ötlete volt, én, mint naív férfi, megmutattam a papírt, és akkor azt mondta, hogy hát akkor ezt most vigyük el a háziorvoshoz, mutassuk meg a háziorvosunknak, hiszen ő a szakember, ő tudja megmondani, hogy az az eredmény, ami egyébként a normálistól valamilyen mértékben eltér, hogy azzal kell tenni valamit, vagy nem. És akkor elmentünk a házi orvoshoz, elvittek a papírt, a labor eredményt, végignézte, és megállt annál az értéknél, ami ugye a prostata szabályos működését jelzi, vagy szabálytalan működését jelzi, és rögtön azt mondta, hogy ezt komolyabban meg kell vizsgáltatni, mert hogy ez az eredmény, ez valamire utal. És ezt követően, hát hogy milyen irányba induljunk, forduljunk urológushoz, nézzessük meg, hogy nincs-e valami probléma. Hazamentünk, és elkezdtünk érdeklődni, hogy urológiai szakrendelésre bejelentkezni, hogy menjünk. És nagy megdöbbenésünkre, amikor jelentkeztünk, akkor egy számunkra olyan lehetetlen időpontot mondtak távlatban, amire mi azt mondtuk, hogy hát ez azért részünkről nem teljesen járható, itt egy picit más irányba kell elindulni. Mikor fedeztétek fel? Egy évvel. Nyáron? Vagy nyáron. 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 És ugye az első műtétre holnap lesz egy éve, hogy sor került. Így van. Tehát azért eltelt viszonylag hosszú idő. Nyár és október között. Igen. Uh-huh. Tehát ott az a három hónap. Valójában átveszem a szót, hogy valójában van egy olyan szerződés a munkahelye és az egyik valójában magán klinika között, ahová mi elmentünk, oda szólt az egészségügyi szerződése a páromnak a munkahely révén, és ahol az urológus azt mondta, hogy igen, ezzel valóban foglalkozni kell, megvizsgálta a páromat, és azt mondta, hogy már másnap szövettanra várja az egyik jelenti, közeli kórházban. Uh-huh. Akkor volt egy biopszia? Az jön most. Így van, uh-huh. Igen. És aztán három napon belül így van, megtörtént a biopszia, mind a 12 minta rákos elváltozást mutatott a
teljes prostatarákos lehet már. 20-80% közötti, tehát mindegyik. A belső értékek, igen. Azért azt el kell mondjuk, mivel hogy a műsor az felvilágosító jellegű is mások számára legyen példa ez, és jó példa legyen arra, hogy milyen úton jártunk, és hová jutottunk, hogy valóban nem szabad félváról venni, és akkor sem, amikor leteszik elénk a leletet, és azt mondják, hogy mint ahogyan ez az orvos mondta, akit nagyon tisztelünk és becsülünk, mindenki tisztelünk és becsülünk, természetesen akik gyógyítanak, hogy igen, ezzel tovább kell lépni, mert annak a kórháznak eddig terjedt a lehetősége, és keresünk egy uro-onkológiai csoportot. Mi azt sem tudtuk, hogy az valójában mit jelent, össze tudtuk rakni a szavakat, de nem tudtuk, hogy hol és hogyan. És aztán megtaláltuk az onkológiai intézetben, amely nagyon sok rákos embernek nyújt mencsvárat az országban. Megtaláltuk az uro-onkológiai osztályvezető főorvosát, és hogy mondjuk a nevét, nagy tisztelettel gondolunk rá, dr. Szabó Jánosnak hívják, és őről annyit kell tudni azon túl, hogy fantasztikus szakember, gyógyító ember, hogy egy olyan osztályt hozott létre, amely tényleg európai színvonalú, de nincs ott egy olyan robot, amellyel ő megtanult műteni, kint Franciaországban, Párizsban, és kint műt, azzal a robottal, amellyel Magyarországon úgy lehetne megműteni a prostatarákosokat, hogy bátrabban nézzenek elébe a műtétnek az érintettek és a családtagok, ugyanis sokkal kisebb a következmények kockázata. No, eljutottunk odáig, hogy ugye volt a műtét, és hát tényleg el sem tudjuk képzelni szerintem így kívülállóként, hogy mi mentél keresztül. Ugye egy férfinak nyilván nagyon-nagyon sok problémát okoz, ez lelkileg is gondolok erre. Mégis itt ülsz most, és mondjuk azt, hogy minden rendben van, reméljük, hogy ezt így mondhatjuk, és hát nyilván ugye a betegeknél azt mondják, hogy 5 év a gyógyulás ideje, tehát hogy 5 év múlva nyilvánítanak valakit gyógyultnak, de mégis ti akkor, amikor ezen átestetek, akkor azt gondoltátok, hogy most akkor össze kell fogni, és el kell mondani ezt másoknak is, hogy tessék elmenni a szűrővizsgálatokra, tessék elmenni orvoshoz, és nem szabad, ahogy az előbb mondtad, félváról venni ezt a dolgot. Próbáltok egy kicsit mozgalommal fejlődni, hol tart most ez az ügy? Igen. Mondhatom, vagy mondod? Kezded, és akkor én folytatom. Egy mondat erejéig visszakanyarodni, amikor megtudtuk ettől a urológus doktortól, aki a biopsziát végezte, ültünk, illetve én ültem, a kedves feleségem állt, és amikor elmondta, hogy milyen probléma van, és mit kell tennünk, hát nyilván az ember lelkileg összepróbál zsugorodni. Szerencsére mi korábbi ismerettségünkből adódóan egymásra néztünk, nem így történt, egymásra néztünk, és ott az orvos előtt mondtuk ki, hogy mi ezt végig fogjuk csinálni. És mi ezt sikeresen végig fogjuk csinálni. Tehát itt kezdődött az egész irányvonal fölfelé, amikor ugye megtudtuk. És a leletet egyébként az első házassági évfordulónkra kaptuk idézőjelben ajándékul, tehát ott igazándiból nem volt ünneplés, hanem komoly gondolatok. És úgy éreztük, hogy az, ami mi végigmegyünk, és amilyen új ismerettségeink ébredtek, fokozatosan napról napra, azon túl, hogy a betegséggel kellett foglalkozni a párom műtétjével, és az azt követő felépüléssel, és annak a stációival, mert ezek kihagyhatatlanok, és ezt végig kell tudni csinálni, és ezt egyedül nem lehet, igen. És itt erősítjük a családnak a segítő szándékait és fogalmát. Egy furcsa szó talán fennköltnek hangzik, de küldetéstudatunk ébredt akkor valahogyan, és ugyanazt gondoltuk, hogy segítenünk kell másoknak. És miközben ő gyógyult, mi
valójában azon a sétán, ami múlt évben volt, a mellékszülésre felhívó sétán, mi ott is erősítünk Székesfehérváron, és mi jöttünk a saját felfújt fehér lufiainkkal, a fehér szalagjainkkal, és nagyon szépen köszönjük a városnak, és hadd mondjak neveket ezúton, hogy polgármester úrnak, az egészségügyi tanácsnoknak, tehát igazándiból az ANTS-ben a főorvosasszonynak, és azt gondolom, hogy azoknak, akik felvállalták, és neked is, mert hogy te voltál múlt évben, akivel ott megismerkedhettünk, és nagyon tisztelünk azért, amin te végigmentél, és végigcsináltad ezt. A rózsaszín szalagot mi úgy tűztük fel a múlt évben, hogy még egymás mellett volt a mi fehér szalagunk, ez a mi kezdeményezésünk, otthon készítettük a fehér szalagokat saját kézzel, és vettük a lufikat, és fújtuk fel, és vittük, és nem akartunk rátelepedni egy nagyon jól épülő és nagyon komoly szándékkal szinte a világ minden táján tudatosított mozgalomra, a mellékszülés fontosságára felhívó mozgalom ez, amelynek nyomán egyesületek, alapítványok jöttek létre, onkoklubok jöttek létre. Én azt gondolom, hogy fantasztikusan fontos. És mi csatlakozni szeretnénk, mert azt gondoljuk, hogy a férfiak sokkal nehezebben mozdíthatók meg. Ennek az okait talán most nem is részletezem. Tudjuk, hogy egy náthában is nagyon-nagyon nagy problémák vannak, hogyha ha egy férfi megfázik, és akkor ott szinte halálán van, és nem mernek szembesülni ezzel. Nos, mi ott erősödtünk, holott ott a páromnak úgy fogtam a kezét, hogy tudtam, hogy másnap fekszik be, és fogják megműteni, és ott erősített bennünket az összetartozás, amit itt éreztünk. És te lettél Fehérváron már rák ellenes mozgalom arca, és nekünk te is maradtál, és ezt most nem azért mondom, mert tévéfelvétel van, és hízelegni szeretnénk, hanem valóban egy hiteles ember vagy. Azt gondolom, hogy és mindenki, aki úgy tudja ezt végigcsinálni, és a rákkal szembesülni személyesen, illetve családtagként, én a nevelőapukámat veszettem így el. Azóta, mint a párom gyógyul, az édesapját veszettük el idén rákos betegként, előtte édesanyját rákos betegként, és olyanok fordultak hozzánk közvetlenül, most nem mondom, hogy a szomszédból, nem az utcánkból, akiknek talán a nevét sem tudtuk addig. Itt Maroshegyen, ahol lakunk, a munkahelyén a férjemnek, az én környezetemben, akik addig titkolták, nem merték mondani másoknak a férfi problémákat. A nők bátrabbak voltak a gyengébbik neme tekintetben, és akkor nagyon örültünk, hogy felvállalta a város ezt, és most pedig várjuk a polgármester úrral a személyes megbeszélést arról, hogy ez a mozgalom hogyan tud fejlődni, és hogyan tud másokért tenni. Ezért jöttünk olyan kitűzővel, és hoztunk neked ajándékba, és a kedves kollégáidnak is, hogy mi összetűztük a kettőt, nem megy ez egymás nélkül, és úgy erősíthetjük a gyógyulás érdekében egymást, hogyha összefogunk. És ez az összefogás, ez van, akinek igényli azt az intimitást, hogy családon belül maradjon, de mi kimerjük mondani azt, ami a prostatarákkal, illetve a rákos betegségekkel kapcsolatos iszonyú kifejezések. És itt a férfiakról beszéltem, és nem véletlenül, mert amikor összekerültünk, én mentem éppen mammográfiai szűrésre, de hogy mondjak kort belőle, a mi életünkből, hogy az én lányomtól az első biopsziát 18 éves korában vették. És szerencsére az jó indulatú. Igen, még egy pillanat. Igen. Csak annyi, hogy a fehér szalag és a rózsaszín szalag, az ugye ezt jelenti. Igen. Tehát kéz a kézben. Ez a mozgalmunk neve. Én is azt gondolom, hogy nem csak a nőkkel kell foglalkozni. Ugye ebben az évben már a Merák sétán külön elmondta Ösztör Anna Mária
egészségügyi sporttanácsnok, hogy igenis ezzel a dologgal is kell foglalkozni, hogy ez most már beépül egy kicsit ebbe a programba, és reméljük, hogy ez így is lesz a jövőben, de igazából ugye ennek az a fő célja, hogy tényleg a férfiakra is irányítsuk a figyelmet, akik tényleg nehezebben mondják ki, nem vállalják fel. És én ezúton is köszönöm neked, hogy te ezt így felmerted vállalni. Köszönjük, én mindenki nevében megköszönöm, hogy elmondtad nekünk ezt a történetet. És hát szurkolok, nagyon-nagyon szurkolok nektek, hogy minden így maradjon, és csak jobb legyen, meg hogy a mozgalmatokat egy picikét sikerüljön nagyobb hírveréssel beindítani, és annak érdekében, hogy a férfiak tényleg menjenek el szűrővizsgálatokra, mindent meg tudjatok ne ti is tenni. Ne féljenek a három i betűtől, ne féljenek attól, hogy inkontinencia, impotencia, és az intimitás, mint az érzelmi vonal, ugyanis a férjem teljes értékű életet él, ezt mondhatom társként, feleségként, és mondhatom mindenkinek biztatásként, hogy vállalják fel a nők, és kérem, innen kérem a nőket általad, és azok által, akik hallgatják a beszélgetést, hogy a mozgalmunk nyomán, a felhívásunk nyomán, amely kifejezetten civil mozgalom, fogják meg a párjaik kezét, és vigyék el őket akkor, amikor irányult a mammográfiai szűrése, és az előző gondolatot elnézést, hogy nem fejeztem be, de röviden befejezem, hogy én kérdeztem a páromat, hogy volt-e szűrése, és azt mondta, hogy nem. És akkor azt mondtam, hogy akkor én kérek időpontot. És nagyon óckodott, és nagyon óckodott. És ez minden családban azt gondolom, hogy zömében így van. Tehát arra kérjük a nőket, hogy kéz a kézben vigyék el a férfiakat vizsgálatokra, mert sajnos vezető rákbetegségek a cigarettázás miatt, a levegőszennyezés miatt, sajnos a mellkasi, a tüdőrák a férfiaknál, a vastagbélrák és a prosztatarák. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok és meséltetek erről, és én azt kívánom nézőinknek is, hogy vegyenek példát Hegedűs Szilviáról és Tukács Józsefről, akik tényleg azt példázzák nekünk, hogy oda kell figyelni, meg kell fogni egymás kezét tényleg, és el kell menni a vizsgálatokra. Legyen szó férfiről vagy nőről, teljesen mindegy, oda kell figyelni magunkra. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen a figyelmet. Önöknek pedig köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Nézzenek minket legközelebb is. Viszontlátásra.